Bács-Kiskun megye polgármesterei és jegyzői gyűltek ma össze a Najmajános Egyetem kampusz épületében. A különleges helyszín adott helyett a Bács-Kiskun megyei önkormányzat által szervezett szakmai találkozónak, ahol a megye gazdasági, turisztikai, kulturális életével kapcsolatos tapasztalataikat, jó gyakorlataikat oszthatják meg egymással a települések vezetői. A települések jegyzői külön szekcióüléseken vehettek részt, mindezek pedig a megye fejlődését, a fejlesztési igények összehangolását is szolgálják az elmúlt években a megyébe több mint 600 projektet tudtunk már átadni, és egy kerek számot mondok, egy százas még hátra van a következő évre, és 600 dolog újult meg, vagy 600 teljesen vadonatúj dolgot adtunk át a megyébe, és azért gondoljunk bele, ez nem 6, nem 60 darab, hanem 600 Bácskiskon megyébe. Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében többek között a Petőfi 200 emlékév eddigi eredményeiről is beszámolt. Petőfi a legaktuálisabb egyrészt, a másrészt pedig ugye az egyetemre szerveztük, mert hát azért mutassuk már be a mi egyetemünket, én ezt úgy értem, hogy a megye egyetemét, Báskiskun megye első egyetemét, ami létrejött, hiszen nagy valószínűséggel a polgármesterek még belülről kevésbé ismerik. Az egyetemet a polgármestereknek dr. Fülöp Tamás rektor mutatta be előadásában. Bányai Gábor a miniszterelnökség délalföldi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztésért felelős helyettes államtitkár a régiót érintő lehetőségekről számolt be. A résztvevőket csapatmunkára is ösztönözték, ugyanis érkezéskor mindenki kapott egy legó készletet. A polgármestereknek az volt a feladata, hogy a négyzetlapra időben kirakják a segédlet által meghatározott mintát. Az egyes mozaik négyzetekből pedig a megyei önkormányzat munkatársai rakták ki Petőfi Sándor arcképét, ami a végén majd három méteres lett és közel 14 ezer építőkockából állt.